Én nem tudok így vezetni, nem tudok így vezetni. Olga. Olga, lehet, hogy igazad van. Önzés. Lehet, hogy nem is tudom megmagyarázni. Narkotikum ez nekem. Fárasztó, kimerítő, de van valami értelme. Én már nem tudok másként élni. Én nem tudok elkezdeni egy másik életet. Tehát mit csináljak? Jó. Tudom, hogy téged ez nem érdekel. Ott hivatalnok lennék. Itt pedig az egész körzet gondját a vállamon viselem. Tehát hős vagy. Nem vagyok hős. Csak megszoktam már, hogy van valami értelme az életemnek, a munkámnak. Hogy felépítettem valamit önmagamból. És ezt vállalom akkor is, hogyha egyedül kell vállalnom. Jó estét, doktor úr. Jó estét. Letöglött a masina. Segíthetek valami? Nem, köszönöm, semmi. Gondoltam. Jó estét. Miért gyújtasz rá megint? A részeg Isten itt! Doktor úr! Doktor úr! Álljon meg! Mi az? Mi történt? Doktor úr! Az anyám Szabóné nagyon oda van. A mindenség. Szálljon be. Igen. Szólt a grípásnak? Igen, kétszer is telefonáltunk. És? Elakadt a hóban, köves pusztán. Mióta várnak? 9-kor lett rosszul. 9 órakor. Akkor még vártunk egy darabig, hát ha jobban lesz. Már máskor is panaszkodott a szívére. Nem tudja, volt benne rendelőintézetbe, EKG-re küldtem. Nem volt benne. Mosást csinált. Azt mondta, hogy majd holnap. Ott lakunk a vegyes bolt mellett. Tudom. Tettél be otthoni injekciót, láttam. Köszönöm, maradj benne a kocsiba.